Udvari hintó ütközött szénás szekérrel Lőcsénél. A helyszínre érkező piócás ember már csak a tavasz beálltát tudta megállapítani. Mindjárt mondjuk a részleteket. Elég. Razzia. Súlyos szabálytalanságok a Pilvaxban. Csak egy kávé, 300 krajcár. Tüntetések. Kossuth és Batthyány a földre feküdt a budai várban. Feljelentik a várőrséget. Lopás. Színes filmtolvajoknál találták meg Gábor Áron rézágyúját. A kutatás még tart, mert egyelőre nem találják Vasvári Pált. Botrány. Magyar huszárok részegen kardélre hánytak. Önök a forradalmi híradót látják. A stúdióban Jelasics Kata és Szellő Ispán. Jó estét kívánunk! Gyülekezik a tömeg a Nemzeti Múzeum előtt. A helyszínen van tudósítónk Segesvári Mihály. Szervusz, Misi, mit látsz? Szervusztok, semmit! Semmit? Igen, mert egy nagy darab nő mindent kitakar itt előttem. Igen, hát egyelőre ő az egyetlen tüntető, de ő betölti az egész múzeum körutat körülöttem. Misi, várható-e nagyobb tömeg? Hát ennél nagyobb biztos, nem? De a szervezők több ezer emberre számítanak, ha ideférnek a hölgytől. Már áll a színpad, ahol este fellép a Landerer Print Band is. Misi, milyen az idő a múzeum előtt? Már esik eső. Mennyire? Karikára. Rahat. Kossuth Lajos kalapjára. Jó, köszönjük, elég. A mai tüntetések miatt több forgalmi rendváltozás is lesz a fővárosban, jelentette be egy sajtótájékoztatón Rottenbiller Lipót alpolgármester. A vasutak helyett 18 óráig citrompótló lovak várnak, míg a múzeum körutat, az Andrássy utat és Táncsics Mihály teljes szélességében lezárják. A hármas metró egész nap nem jár, de 170 év múlva se fog. Tarlós Ispán szerint a tüntetők élükön Kossuthtal és Petőfivel akadályozzák az Omnibusz 3-as vonalának felújítását. Hát üzenem a Lajosnak meg a Petrovics nevű rimfaragónak, hogy lehet, hogy ők pilvaxoznak, lehet, hogy nagy a harci kedv, nagy az elán, de ahogy látom, a Batthyánynál megállt a hév. A márciusi ifjak nem tetszésüket fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy a Landerer és Hekenasz nyomda tulajdonosai több hibát is vétettek a 12 pont kinyomtatásakor. Többek között ellipszilonnal írták a sajtót és az országgyűlést is. A fiatalok ugyan rögtön jelezték a hibákat, de a két tulajdonos közölte velük, hogy pénztártól való távozás után nem fogadnak el proklamációt. És most ismét kapcsoljuk a Nemzeti Múzeum kertjét. Segesvári Mihály, szervusz, mi történik? Szervusztok, egyre nagyobb a tömeg itt a Nemzeti Múzeum előtt, és most váratlanul Orbán Viktor is megjelent. Letessékelte Petőfit a lépcsőkről, hogy beszédet mondjon. Kifordultam a konyhából, és alig láttam a pipától. Gondolkodom, svehát vagyok. Mindenkinek joga van tudni, mire készül Bécs. A demokratikus koalíció élén Vindisgréci Zsolttal az A48-as gőzhajon tartott gyűlést, ahol természetesen Gyurcsány Ferenc is beszédet mondott.
rabok legyünk? Vagy szabadok? Gyerünk, választotok! Ide veled régi kardunk! Elég a bánokból! Jelasics bán, Horváth bán, Urbán! Miniszterelnök úr, aludjon matracon, maga alá nem való jobb ágy. Udvari Hintó ütközött szénás szekérrel Lőcsénél. A balesetben ketten könnyebben, hárman bonyolultabban sérültek meg. A helyszínelés még most is tart. Hát, én nem tudom, mi volt, nem tudom, átszer csak kivágott elénk egy limbo, vagy Hintó, vagy micsoda. Kérdeztem mellettem a karcsőgyes Hintó, mondom, jé, lassíts! Addigra meg ma a késő volt. A baleseti helyszínelés során megállapítottuk, hogy a szekéren még mindig téli kerék volt. A vizsgálat során megállapításra került, hogy az ökör nem a szekér elé volt befogva, hanem magán a szekéren ült. A Győr-Moson-Sopron-Hajdú-Bihar megyei rendőrkapitányság 8 napon túlgyógyuló ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz. Segesvári Mihály, mi újság a múzeumnál? Semmi. Hol van Petőfi? Bement a Kossuth rádióba. És akkor Kossuth hol van? A Petőfin. Akkor gondolom Erkel meg a Bartókon van. Nem, Erkelt máshol láttam. Igen, hol? Bankban. Köszönjük szépen, de ez utóbbin Erkel gondolkodnom még. Ellenben igaz-e a hír, hogy Petőfi nem elégedett a nemzeti dallal? Igen, valóban nem elégedett a nemzeti dallal. Miért nem elégedett a dallal? Állítólag nem szereti Pápai Joci. A múzeum körúton egyébként már reggel óta tartanak a programok. Pákozdi Rita összefoglalója következik. Én nézést, jó Széchenyi Galaxi távéró nem érdekli? Van dupla kamerás fotográfia masina is. Hozzávaló emberrel letakarja magát, halljak meg. Jóval hagyjon, Landerer Heken az gyertek. Sziasztok, ti miért jöttetek ki? Ha me gondoltuk, hogyha tüntetünk, akkor hát, ha ez is munkaszüneti nap lesz. És találkoztatok valami hírességgel? Jó, azzal a boblevessel. Hülye vagy, az Jókai More. Kedves nézőink, a tömegben valóban megjelent Jókai Móra, aki azt mondta, most fejeztem be egy regényt, nagy kő esett le a szívemről. És most egy szeplős kislányhoz fordulok. Szia, jól érzed magad? Igen, anyukám kihazott, már az arcomon meglátott 12 pontot. Egy eddig soha nem hallott hangfelvétel került elő, amelyen minden bizonnyal Kossuth Lajos szaval, de ez még bizonyításra vár. Kellemes vásárlást kívánunk! A Pilvax kávéház mától folyamatos programokkal várja a tüntetni vágyókat. Erzsébet utalványt is elfogadnak. Lesz stand-up és kabaré est is, Aradi Tiborral, ám Varga Ferenc József a neve miatt nem jöhet be. Fellép még Kossuth Bankó Margit, és lesz harci bemutató is, ahol a Magyar Jobbágyság először mutatja be új csodafegyverét, a kiegyenesített kaszatibit. És most nézzük, milyen idő várható a forradalom idején. Osztrák-Német Lajos. Jó estét kívánok! Igazi megfázásos idő volt ma, március 15-én, olyan hideg volt, hogy még az országgyűlés is berekedt. Holnap talán még hó is fog esni, ha így lesz, ne fagyoskodjon, üljön át egy másik Hintóba.
A hajnaui órákban sok jóra nem számíthatunk, elszórtan golyózápor is várható. Gyönyörű napsütéses szép estét kívánok a viszontlátásra. Kedves nézőink, híradóval 5 perccel Mór után jelentkezünk. Addig köszönjük a figyelmüket, a viszontlátásra.